Szép Gyula a Kolozsvári Állami Magyar Opera igazgatója volt a Kemény Zsigmond Társaság vendége. A beszélgetés tárgyát az intézmény múlt és jelenbeli viszontagsága és sikerei képezték. Felkarolni a magyar operajátszás minden korszakát, támogatni a hazai tehetségeket és minőséget vinni a színpadra. Ezek a Kolozsvári Állami Magyar Opera célkitűzései, és ebben áll a nemzetiségi jellege. A minőségi darabok közönségéért meg kell harcolni, és ezért részben az oktatási rendszer a felelős. A zenei nevelése a ifjúságnak, a gyerekeknek eléggé mélyen van. Éppen ezért, ha az iskolákba, a közösségekbe nem kapnak olyan indítatást, hogy ne féljenek az operától, mert az is egyfajta színház, csak éppen énekelnek benne, énekelnek is benne, akkor elég nehéz megszervezni a közönséget. Szép Gyula beszélgetőtárs a Csíki Boldizsár zeneszerző volt, aki szerint a Kolozsvári Opera zászlós hajója az erdélyi magyar kultúrának abban is, hogy felkarolja és megtartja a tehetségeket. Az utóbbi években úgy látom, hogy maradnak emberek Kolozsváron. Nem csak ügyszeretetből, hanem egy olyan szakmai színvonal alakult ott ki, ami valahogy megtartja őket ott Kolozsváron, és ez nagyon fontos. A szakemberek elvándorlása örökös probléma, és bár a Kolozsvári Magyar Opera alkalmazottai világszerte sikeresek, itthon bizonyítják igazán, hogy szükség van az intézményre.